2015. március 10-én tartották a külterületek biztonságát célzó pályázati program nyitó rendezvényét Szegeden. A programban három megye rendőrfőkapitánysága fogott össze, hogy közös erővel tegyék biztonságosabbá a tanyai életformát. A projekt során minden Délalföldön élő külterületi lakost szeretnének megszólítani. Ezt a nyitó konferenciát mindenféleképpen el kell mondani, hogy megelőzte egy előző év novemberében egy pusztázó, ötödik pusztázó konferencia, amit Csongrád megyei rendőrfőkapitányság szervezett Hódmezővásárhely városában, ahova az országos főkapitány mellett a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke dr. Hatala József altábornagy úr is hivatalos volt. Hódmezővásárhelyen, ahol a régióban tevékenykedő rendőrségek, önkormányzatok, különböző karitatív szervezetek, polgárőrség áttekintette a tanyák biztonságával kapcsolatos kérdést, és felvázolták a tovább lépés lehetőségét és szükségességét. Megtisztelve éreztük magunkat, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot erre a konferenciára meghívták, és ott merült fel bennünk, hogy össze kellene hangolni a tanyákkal rendelkező megyék megelőzési programjait, és ekkor jelentettem be, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tanyával rendelkező megyék számára 5 millió forint nagyságrendű pályázati keretet biztosít. Három megye összefogott, Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye. A fő pályázat benyújtó, ha jól tudom és jól tudom, Békés megye. És a pályázat eredményeképpen közel 14 millió forintot biztosít a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a május 15-ig tartó bűnmegelőzési programra. Már ott körvonalazódni látszott annak a gondolata, hogy itt a három megye, miután azonos a cél, azonos a feladat, nem külön-külön, úgymond egymással versengve fog ezen a pályázaton elindulni, hanem a délalföldi régió nevében összefogunk, és Bács, Békés, illetve Csongrád megye együtt közösen fogja kidolgozni a pályázatát. Ez meg is történt, és örömmel kell jelentenem, hogy ez a pályázat nyertes pályázat lett, és 13,5 millió forintot nyertünk közösen. Akkor a következő lépés az volt, hogy leüljünk, és elkezdjünk azon gondolkodni, hogy melyik megye milyen feladatot vállal ebben a projektben. Mind a megyék úgy vállalták a feladatot, ami egy-egy megyének az erőssége. Szétosztottuk a feladatokat, és azt gondolom, hogy így talán még inkább össze tudjuk hangolni. Természetesen vannak hasonló és kevésbé hasonló feladatok. A média megjelenést azt Csongrád megye vállalta, ellenben a rádiós spotokat Bács-Kiskun megye fogja össze, illetve gyártatja le, amelyek mind a három megyében meg fognak jelenni. Én azt gondolom, hogy ez az egységességet is biztosítja. Mi vállaltuk azt, hogy a régiót illetően a Délalföldi Pusztázó néven egy tanyai újságot fogunk szerkesztetni, amit gyakorlatilag az összes külterületi lakos, tehát ez 121 ezer főt jelent, 52 ezer külterületi postacím helyett a posta segítségével eljuttatjuk prevenciós információinkat, gyártatni fogunk 52 ezer vagyonvédelmi kiadványt, amelyet majd a megyék külterületi lakosság számban szét osztanak a saját tanyai lakosaik között. Miért fontos külön foglalkozni a külterületen élőkkel, a tanyákon élőkkel? Tanyák, külterületi tanyahelyszínek az országban számos területen vannak, ezt el kell mondani, azonban gyakorlatilag 6 megye érintett fokozottan külterületekkel, és köztük a Délalföldi régió megyé is, és ebben a három megyét érintően gyakorlatilag az egész országról, ha beszélünk, három tanyatípusról kell beszélnünk, a sortanya, a szorványtanya, illetve a bokortanya. Ahol a legnagyobb a veszély, az a szorványtanya, illetve a sortanya. Mórahalom és térségében a szorványtanyáknak a száma igen-igen jelentős. Ez azt is magával vonza, hogy az ott élők fokozottan ki vannak téve a bűnözésnek, a bűncselekmények bekövetkeztének. A szomszéd, a biztonságot jelentő intézmények,
intézmények messze vannak, tehát fokozottan fontos az, hogy őket az áldozattá válás elkerülésére minden eszközzel, minden módon fölkészítsük.